A kormányhivatal által közölt statisztikai adatok szerint 2017 első negyedévében a megye több mint 431 ezer fős, 15-74 év közötti népességéből 261 ezeren voltak gazdaságilag aktívak. Ez 3,4%-kal haladja meg a 2016 első negyedévének adatát. Az idei év első három hónapjában a megye népességéből több mint 237 ezer főt foglalkoztattak, számuk 18.600-al nőtt 2016 hasonló időszakához képest. Az álláskeresők 27%-a a megyeszékhely körzetében koncentrálódott, 55%-uk legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezett. A tartósan nyilvántartásban lévők 6.607-en voltak júniusban, létszámuk az egy évvel korábbihoz képest 7,1%-kal csökkent. Júniusban egyébként összesen 4400-an, az egy évvel korábbihoz képest 11,4%-kal kevesebben kerültek be a foglalkoztatási szolgálat megyei nyilvántartásába. Az országoshoz képest azt kell mondanom, hogy a számok bár nem olyan kecsegtetőek, de mégis azt kell mondanom, hogy folyamatosan javuló tendencia van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az országos átlag egyébként 4,5% a munkanélküliségi ráta tekintetében, nálunk ez 9,3%. Viszont azért, hogy jó híreket is mondjak, ez egy folyamatosan csökkenő szám, hiszen volt ez már bőven 15% felett is. A munkanélküliség enyhítésére és a foglalkoztatás élénkítésére indultak el az úgynevezett foglalkoztatási paktumok. Márciusban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat vezetésével megalakult paktumszervezet egy uniós pályázat keretében több mint 2,5 milliárd forintot fordíthat a megye foglalkoztatási helyzetének javítására 2021-ig. A program elsősorban a munkanélküliek elhelyezkedését és képzését támogat. Éppen ezért tartja fontosnak a kormányhivatal is minden eszközzel segíteni azt, hogy itt folyamatosan szakképzésekkel, illetve más egyéb képzési formákkal tudjunk segíteni, mind a munkáltatóknak, mind pedig a munkavállalóknak. Tudni kell azt is egyébként, hogy nagyon sok program indult el, mind a TOB-ban, mind a GINOB-ban, sőt, most már azt kell mondanom, hogy a paktum megállapodásokkal kapcsolatban is, hogy ez megjelent megyei szinten, megyei jogúváros szintjén, illetve kistérségi szinteken is, és én úgy gondolom, hogy itt a munkavállalók, illetve a munkáltatók is nagyon aktív szerepet vállaltak a konzorciumi partnerek mellett. Azt is látni kell egyébként, hogy a megyében jelen pillanatban 8000 üres álláshely van, és ennek megfelelően próbálunk képezni és keresni munkavállalókat, hogy be tudjuk ezeket az álláshelyeket tölteni. A júniusi megyei munkanélküliségi adatok szerint pénzbeli ellátásra az álláskeresők 52%-a volt jogosult, jelentős részük szociális, kisebb hányaduk álláskeresési támogatást kapott. A nyilvántartásban 5170 pályakezdő fiatal szerepelt, ők a teljes álláskeresői létszám 16,4%-át adták, közülük 102-en rendelkeztek felsőfokú végzettséggel.